először is ezt a győzelmet, hogy további te szeretnék a vezetőedzőmnek ajánlani, és azoknak a szurkolóknak, akik egész évben kitartanak mellettünk. Én úgy érzem, hogy fel tudtunk nőni a videó, hogy a Fehérvár szintjére. Nagyon jó két meccset játszottunk egy kikényszerített szünet után. Én úgy érzem, hogy helytállt mind a két csapat. Misi, gondoltad volna, nagyon jól játszott a csapat, két gólos előnyt szereztetek a visszavágón, gondoltad volna, hogy a vége még bemelegedhet? Én hangsúlyozom, hogy nagyon jó csapat ellen játszottunk, ugye nem kell ecsetelnem, hogy miért. Ez benne volt bármelyik mérkőzésben is, ugye az elsőben is, mind a két csapatnak voltak lehetőségei, itt az egész mérkőzésen, ugye az ellenfelünknek is voltak kecsegtető helyzetei, lehetőségei. Egy magyar kupa, én azt gondolom, hogy erről szól. Nem tudsz hátradőlni, mert hiába vezetsz 2-0-ra is, de 3 gólt kellett volna ahhoz kapnunk, hogy kiesünk, de benne lehetett volna ugye a meccsbe, az utolsó negyed órában az nagyon odaszegeztek minket a kapunk elé, de hangsúlyozom, hogy ez a komoly párosításhoz felnőtt a csapat, és masszív teljesítmény nyújtottunk. Mérkőzés előtt azt nyilatkozta a Mezőkövest honlapján, hogyha esetleg bele kell nyúlni a meccsbe, akkor lehet probléma, hogy nem tudnak Kutor Attilával egyeztetni. Volt-e ilyen pillanat a mérkőzésen, amikor úgy érezte, hogy jó lenne, ha meg tudnál beszélni a vezetőedzővel, hogy mi a teendő? Hát igen, Attilával nagyon, lehet azt mondani, hogy szoros a kapcsolatunk, mint egy jó házasságban. Én hátulról mindig mormolom neki a dolgokat, amit én gondolok. Most ugye nem volt itt, és hát azért dilemmában voltam, de hát ugye ott volt mellettem Tóth László és Elek Norbert is, azért összedugtuk a fejünket. Ugye 4-et cseréltünk, én azt gondolom, hogy sajnos 2 cserénk nem annyira ült, viszont azt éreztem, hogy mindenféleképp bele kell nyúlnunk, mert ugye fáradtsági jelei mutatkoztak jó pár játékosunk, ami érthető. De azért jó lett volna, hogyha Attila ott van, aztán úgy könnyebben tudtunk volna talán dönteni. De a cseréltem, miért cseréltem, de megsérült elfáradt? Fáradtság miatt cseréltük le. Ugye ő szólt, ugye ezért ő már 30-as korosztály felett van, tehát ez érthető, azért 3 naponta nem biztos, hogy olyan szinten tud regenerálódni, hogy ez egy élettani dolog, és valamilyen szinten erre számítottunk is. Ugye a mérkőzés előtt is voltak olyan cseréink, vagy cserék, amik ugye akár a két szélső védő pozícióban, hogy én azt gondolom, hogy ezek is ültek, mert ugye friss erők jöttek be, és ott azért nagyon nagy nyomás helyeztek ránk ugye az ellenfelünk. Helyek közben azért fáradtság miatt cseréltünk. Hogy játékként volt pár emlékezetes meccs a stadionban. Igen. Tévedek, hogyha ez a legemlékezetes? Hát lehet azt mondani, igen, ez nagy dolog, ez egy Mezőkövesddel bejutni a döntőbe, ugye most ugye megbízott vezetőedző voltam, hát azért ez értelemszerűen egy edző azért kezdi el a szakmát, hogy ilyeneket átéljen, meg hát játékosként is ugye, hál' Istennek volt egy-két olyan siker, amire szívesen visszaemlékszik az ember, de őszinte vagyok, tehát ez nem egy csoda volt, amit elértünk, mert nagyon sokat teszünk ezért, a játékosok, a stáb, hogy idáig eljutottunk, és ezt a hullámot nagyon meg szeretnénk lovagolni, mivel bejutottunk így a kupa döntőjébe, és becsületesen fel fogunk készülni, ami itt lesz még előtte, ugye van még egy bajnoki mérkőzésünk, de szeretnénk megnyerni, hát ez szerintem minden játékos fejében ez motoszkál most.